Sziasztok, üdvözlök mindenkit, megérkeztem, és egy pillanat múlva pedig már meg is hoztam a prezentációmat is veletek. Engem Köcse Bálintnak hívnak, és a KinCentric-nek, a KinCentric Magyarországi csapatának az új vezetője vagyok, és amiről pedig most beszélgetni fogunk, vagy beszélni fogok nektek a következő 15 percben, nagyjából 15 percben, az onboarding és ezeknek a virtuális térben, illetve a jelenlegi helyzetben történő megélése, illetve ehhez kötődő élmények. A toborzáshoz nagyon erősen kapcsolódik az onboardingnek a témája, illetve az, hogy a kollégák azok hogyan érzik magukat az onboarding időszak során. Ehhez készültem is nektek egy kis prezentációt, és egyébként ahol a legutóbb abba hagytuk, remélem, hogy lehet látni a prezentációmat. Szóval, ahol a legutóbb abba hagytuk, mielőtt kirohantam az épületből, az, hogy elkezdtünk egy kicsit beszélgetni arról, hogy ha belegondolunk a saját onboarding folyamatunkba, ami a mi szervezetünknél volt, akkor az tulajdonképpen hogyan is nézett ki mondjuk 2020 elején, amikor még nem állt fenn ez a rendkívüli helyzet, és hogyha meglátjuk azt a képet, ami mondjuk lehet, hogy ideális volt, lehet, hogy jól kidolgozott folyamatban tudtuk támogatni az onboardolókat, jó rendelkezésre álltak a rendszerek, illetve egy gördülékenység kialakult. Azért, hogyha belegondolunk, hogy ez most hogy működik, amikor nagyon sokszor az onboarding élményeket, azokat virtuálisan szerzik meg a kollégák, akkor azért itt eléggé más nézőpontot, más helyzetbe kerülhetünk. És hogy hozzak ide be néhány meghatározó pillanatot, ami az onboarding során kifejezetten fontos a kollégák számára, például ilyen mondjuk az első nap, szervezetnél, vagy az, amikor mondjuk először találkozok a csapatommal, először dolgozok valódi projekten, vagy mondjuk elmegyek először egy céges útra, de még számos ilyen meghatározó pillanatot hozhatunk be. Ezek azok, amikre a kollégák nagyon is emlékeznek akkor, amikor csatlakoznak egy szervezethez. Engem például, hogyha megkérdez valaki arról, hogy milyen volt nekem az első időszakom, akkor én biztosan vissza fogok emlékezni első napra, amikor éreztem azt, hogy engem már ennél a szervezetnél vártak, össze volt készítve minden az asztalomon, rendelkezésemre állt a laptop, be voltam lépve a rendszerekbe, illetve az első napok egyikén még egy céges buli is volt, amire biztos, hogy mindig emlékezni fogok. Szóval ezek azok az élmények, amik nagyon is meghatározók a későbbiekre nézve, de képzeljük el azt, hogy jelenleg csak virtuálisan találkozik nagyon sok kolléga ezekkel a pillanatokkal, virtuális élményt szerez, úgyhogy emiatt nagyon fontos az, hogy ezt tudatosan tudjuk kezelni, illetve hogy hogyan alakítjuk. A KinCentric-nél, ahogy talán az utóbbi éveknek az előadásait láttátok tőlünk, ott a dolgozói életciklus és a munkavállalói élménynek a kapcsolatáról arról nagyon sokat beszéltünk. Itt látjátok ezt a teljes életciklus rajzot, amit mi nagyon gyakran mutogatunk. Nyilván most az első két pont, amiről szeretnék egy kicsit többet mondani nektek, de tulajdonképpen ami miatt ez az életciklus, dolgozó életciklus megközelítés az rendkívül fontos, mert az látszik, hogy egyébként egy szervezet minél többet tud ezekből a meghatározó pillanatokból jól együtt, közösen elkapni egy szervezet, egy kollégával, annál inkább tud egy hosszú távú elköteleződést kialakítani, míg minél több ilyen meghatározó pillanatban nem jól teljesít a szervezet, mondjuk nem jó élményt ad a dolgozónak, akkor az simán jelentheti azt, hogy egyébként ez a dolgozó nem lesz elkötelezett, a szervezet felé nem alakul ki az elköteleződése, illetve az is lehet, hogy mondjuk neki áll egy új helyet keresni. Ugye ezekre a pillanatokra nagyon-nagyon kell figyelnünk, mert hogy ezeket a pillanatokat általában jelzi az, hogy amikor egy nehéz helyzetbe kerülünk a vállalatnál, valamilyen kihívással találkozunk, vagy aktuális esetben, amikor valami nagy sikert tudunk megünnepelni, akkor ezek nagyon sokat tudnak hozzáadni ahhoz, hogy egyébként ezek az emlékek, ezek hogyan maradnak meg bennünk. Nagyon fontos megjegyezni, hogy azok az élmények maradnak meg bennünk leginkább, amik arra vonatkoznak, hogy mi hogyan éreztük magunkat egy adott szituációban. Tehát nem feltétlenül az, hogy valaki mit mond számunkra, vagy mondjuk mit tesz egy adott helyzetben valaki, hanem sokkal inkább az, hogy mi hogyan éreztük magunkat aközben a szituáció közben, és ezért ezeket az élményeket valamilyen inspiráló, felemelő, összekötő, illetve akadályokat elhárító módon tudjuk kialakítani, illetve így tudják megélni a kollégák, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy elköteleződést tudjunk hosszú távon kialakítani. És hogy hogyan is néz ki, mi az, amit nekünk meg kell tanulnunk ahhoz, hogy egy onboarding folyamatot azt jelenlegi helyzetben is sikeresen ki tudjunk alakítani. Itt három felismerést szeretnék nektek
hozni, amikhez néhány módszertani, illetve tanulmány szeretnék majd később bemutatni, hogy miért is gondoljuk azt. De tulajdonképpen az onboardingnál egy nagyon fontos dolog jóval korábban kezdődik, mint azt egyébként gondolnánk, attól függetlenül, hogy valakit mondjuk mikor kerül egy szervezethez, mikor veszünk föl, neki már valószínűleg jóval korábban is vannak élményei erről a szervezetről. Aztán, hogy egyébként ezzel nekünk teendőnk is van, tehát az elkötelezettségen azon már el kell kezdenünk dolgozni már az első nap előtt, és el kell kezdenünk a kollégát jobban kötni a szervezethez, olyan kapcsolódást kialakítani, ami hosszú távon tud majd minket támogatni. És a harmadik fontos pont, amit meg kell értenünk, az az, hogy ehhez tudatos tervezésre van szükség, tehát azokat az érzéseket, amiket szeretnénk kelteni a kollégákban, azokat igenis tudatosan kell megszerveznünk. Ezekről az érzésekről ide tulajdonképpen el fogunk jutni a mostani beszélgetés során. Tulajdonképpen ezekhez akarnék mutatni nektek egy rövid folyamatot, hogy tulajdonképpen hogyan is néz ki az onboarding élmény, miből áll össze. Ugye onboarding élményhez most mi beveszünk a jelölt élményt is, mert azért eléggé hatékonytalan lenne szétválasztani a két dolgot, ugyanis szorosan kapcsolódnak egymáshoz, az első időszakhoz tartozik mindenki. Amikor jelentkezünk egy pozícióra, akkor kíváncsiak vagyunk arra, hogy egyébként mit ad ez a szervezet nekünk magából, mi az, amit megmutat, mi az, amivel meg akar győzni, hogy egyébként mi vagyunk a jó meccs egymásnak. Aztán jön egy kiválasztási folyamat, amikor pedig kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire várnak már engem ennél a szervezetnél, mennyire kezelnek úgy, mintha már most a szervezetnek egy értékes kollégája lennék. Aztán, hogyha mondjuk eljutunk oda, hogy mondjuk a kiválasztási folyamat esetleg sikertelenül végződik a számunkra, akkor mi az, amit egyébként utána mond a szervezet? Kapunk-e visszajelzést a kiválasztás során nyújtott teljesítményünkről? Tudjuk-e, hogy mi az, amit egyébként nekünk érdemes fejleszteni ahhoz, hogy mondjuk legközelebb sikerrel járhassunk egy ilyen kiválasztás folyamán? Ezek nagyon fontos momentumok, amiket biztosan meg fogunk jegyezni a szervezetről. De tegyük fel, hogy jó kimenete lett a kiválasztási folyamatnak, hogy elindul a preboardingnak az időszaka, amikor már tudom, hogy felvettek, de még nem dolgozom a cégnél, ekkor már nagyon fontos, hogy egyébként kialakul-e az, hogy engem itt várnak ennél a szervezetnél. A vezetőm az mondjuk megkeres-e, van egy elsődleges beszélgetésem, próbál-e a csapat valamilyen módon kontaktálni engem. Aztán eljön az első nap, amikortól kezdve tulajdonképpen én már aktív tagja vagyok a közösségnek, ahol nagyon fontos látni azt, hogy egyébként itt tényleg mennyire vártak, mennyire állnak rendelkezésre a dolgok, ami nekem már az első naptól kell ahhoz, hogy igazi értéket tudjak teremteni, mennyire látom azt, hogy egyébként hogyan fog kinézni az első időszakom, mit kell megtanulnom ahhoz, hogy én egy megbecsült tagja lássak ennek a közösségnek, és utána pedig elindulok a próbaidőm során, egészen beletanulok a feladataimba, beletanulok a felelősségköreimbe, amikor nagyon fontos már azt is el kell kezdenem látni valahogy, hogy oké, hova tudom kinőni magam ennél a szervezetnél, milyen lehetőségeim vannak hosszú távon. Ezek az aspektusok, ezek az élmények, ezek az onboarding élménynek mind alkotó elemei, és nagyon fontos, hogy a kollégák ezt hogyan élik meg. Mindjárt mutatom is azt, hogy miért, de például ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a globális munkavállaló élménykutatásunkban ott vizsgáltuk azt, hogy egyébként a potenciális jelöltekre, vagy pedig az újonnan csatlakozókra mennyire tekintenek a szervezetek kifejezett kulcs munkavállalóként, és látszódik az, hogy potenciális jelöltek, azok nagyon fontosak, azok 24%-ban, tehát a szervezetek 24%-a azt mondta, hogy fontos, hogy megfelelően célozzuk ezt a célcsoportot, ezzel szemben az onboardingra már egy kicsit kevesebb a fókusz. Magyarországon ez egy kicsit más helyzetet mutat, ami talán köszönhető annak is, hogy azért az utóbbi években a munkaerőpiacot jellemezte az, hogy Magyarországon a tehetséges, jól használható munkaerőt, azt nagyon meg kellett becsülni, úgyhogy Magyarországon ennek nagyobb értéke volt, viszont az látszik, hogy és így látszik az is, hogy egyébként egy kicsit jobban koncentrálunk arra a globális eredményekhez képest, hogy egyébként milyen élményt tudunk nyújtani az onboardolóknak. Viszont az is látszik, hogy azért ez a 38%, ez még mindig nem éri el a válaszadóknak a felét, tehát látjuk, hogy azért ebben még bőven van tér fejlődésre. Mert hogy végeztünk egy kutatást, ez egy amerikai szervezetnek a felmérésére vonatkozik. Elképzelhető, hogy egyébként erről már beszéltünk valamilyen más rendezvényen, de hogy ami miatt ez nagyon fontos, az tulajdonképpen az, hogy vizsgáltuk folyamatosan, hogy az újonnan csatlakozók a szervezethez, azok mennyire elégedettek, illetve mennyire elkötelezettek. És láttunk egy tendenciát arra, hogy azok, akik az első 7 napjukban nagyon elégedettek voltak azzal, hogy hogyan zajlott nekik a first week élményük, azok nagyban elkötelezettek voltak, szinte mindannyian.
Aztán szépen lassan, 30-90 nap után az elkötelezettségünk az csökkent, ami egyébként jellemző is, és ezt is látjuk a kutatásainkban, jellemző is, tekintve azt, hogy, hogy egyébként ez a normális vonulata az elkötelezettségnek, figyelembe veszünk már néhány elakadást, látjuk azt, hogy azért nem fenékig tejfelít minden, ugye emiatt csökken az elkötelezettség, viszont azoknál, akik az első 7 napban nem voltak annyira elégedettek, azoknál egy idő után mutatkozott meg valóban annak az eredménye, hogy az elkötelezettség az bezuhan jobban, tehát ott nagyobb eséllyel lesznek az első 7 nappal nem elégedettek között, nagyobb eséllyel lesznek később elkötelezetlenek, akik nem biztos, hogy bele akarják tenni az extrát a munkájuknak a végzésébe, mi pedig nem ezt várjuk azoktól, akik újonnan csatlakoznak a szervezethez, hanem sokkal inkább az, hogy aktív hozzájárulói legyenek a közösen teremtett értékeknek. Ebben az esetben egyébként, hogy mi volt az első 90 napban az, ami alacsony elégedettséget mutatott, az kifejezetten a technológiára, a támogató munkakörnyezetre vonatkozott, mert hogy az újonnan csatlakozóknak kell az, hogy hamar bele tudjanak ugrani a munkába. Aztán egy másik nagyon rövid eset tanulmány, ami csak egy ilyen árnyalatnyi különbség, vagy egy kis különbséget mutat nekünk azok között, akik bizonyos témákkal jobban egyetértettek. Akkor, amit itt láttok, az a fluktuációnak a különbsége olyan munkavállalóknál, akik egy felmérésből bizonyos állításokra pozitívabban nyilatkoztak. Tehát az látszik, hogy a fluktuáció az alacsonyabb azoknál, akiknél kialakul az, hogy ők ajánlanák ezt a szervezetet álláskereső ismerősöknek, akik úgy érezték, hogy őket örömmel fogadták az első napon, vagy egyébként, akik már az elejétől kezdve megkapták akár buddy-tól, akár vezetőtől azt a figyelmet, azt a támogatást, ami kellett ahhoz, hogy a korai elkötelezettségük kialakulhasson, és itt maradjanak a szervezetnél. Ezekkel az aspektusokkal nagyon-nagyon sokat kell foglalkoznunk, hogy ezt az élményt megteremtsük az elején, és virtuális térben pedig bőségesen meg kell növelnünk az erre fordított figyelmet és időt, hogy valóban akár mondjuk laptop képernyőn keresztül meg tudjuk adni ezt az élményt a kollégáknak. Szóval ezek alapján, a kutatások alapján mi tulajdonképpen arra jutottunk, hogy ami az onboarding élmény során nagyon fontos, hogy egy újonnan csatlakozó érezzen, az egyrészt a közösséghez való tartozás, az, hogy ő érezze azt, hogy ebben a közösségben őt várják, és őt itt szeretik, aztán legyen egy biztonságérzete, megkapja a megfelelő információkat, megkapja a megfelelő képzést az első alkalommal, tudja, hogy hogyan működik ez a szervezet, lássa azt, hogy a kultúra egyébként milyen, hogy ő biztonságban érezhesse magát. Közös jövőképet tudjon azonosítani, és tudjon azonosulni a vállalati értékekkel, illetve azzal a csapattal, meg vezetővel, ahova ő kerül. Érezze azt, hogy egyébként ő meg tudja csinálni azt, amit itt tőle elvárnak, tehát legyen egy tiszta, transzparens elvárás azzal szemben, hogy mennyi, mi az a pontos elvárás, amit ő tőle a szervezet várni fog, és amit neki meg kell tennie, érezze a magabiztosságot, hogy nem biztos, hogy már most meg tudja ezeket a dolgokat csinálni, de hogyha kellően fejleszti magát, akkor az a szervezet igenis lehetőséget fog neki adni. És az ötödik pont, az pedig az értékteremtésnek a fontossága. Azt látjuk nem csak a generációknál, a fiatalabb generációknál, hanem minden újonnan csatlakozónál, hogy az, hogy valódi értéket tudjon teremteni. Azzal, hogy ő csatlakozik, az nagyon fontos számára. Fontos, hogy érezze, hogy őt már pedig ide azért vették föl ehhez az adott vállalathoz, hogy minél inkább tudjon hozzáadni a közös jövőhöz, vagy a közös sikerekhez, és ne azért, hogy csak robotként elvégezzen egy feladatot. Azt látjuk, hogy ezek az élmények, hogyha megvannak, akkor igazából egy erős onboarding élményt tudunk átadni, és ez nagyban hozzájárul az elkötelezettségnek a későbbi alakulásához. Szóval igazából itt egy nagyon jó kérdés merül fel mindannyiunk számára, hogy mik azok az élmények, amiket egyébként a mi szervezetünkhöz csatlakozóknak szeretnénk nyújtani, mert ezek az élmények azért szervezeti valóságtól függően mások és mások, de azt a megközelítést, ennek a tudatos tervezését, azt nem engedhetjük el sehol, mert ezek nem szabad, hogy esetlegesen jönjenek, hanem arra kell törekednünk, hogy ezeket az élményeket mi ki tudjuk váltani a kollégákból, akkor, amikor ők csatlakoznak. Még egy kis, és ez már inkább a virtuális témához kapcsolódóan egy kis kitekintés, hogy egyébként a virtuális környezetben dolgozóknak, legalább részben virtuális környezetben dolgozóknak az aránya, az a munkavállaló élmény kutatásunk alapján is jelentősen, drasztikusan megnőtt a 2020-as évben. Ez nem csak a kutatások, hanem egyébként a mindennapi tapasztalataink is igaz.
igazolják. Úgyhogy egy ilyen térben pedig még inkább figyelni kell arra, hogy ezek az élmények, amiket tulajdonképpen az onboarding során mutatunk, ami egyébként nem különbözik a virtuális onboarding során tapasztalandó érzésektől, ezekre nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk. Azt mondták a magyarországi válaszadók felmérésünkben, hogy még átlagosan 31% dolgozott valamilyen módon, legalább egy kicsit virtuálisan a kollégák közül, most ez jelentősen megnövekszik. Ha 14% pontnyi eltérés, az abszolút szignifikáns, és egyébként erre figyelnünk kell, hogy a virtuális környezetben az onboardingot is hogyan tudjuk erősíteni. Ebben a helyzetben van néhány dolog, amire érdemes figyelnünk, és talán ez volna a konklúziója azoknak a gondolatoknak, amiket ma hoztam nektek. Mikre kell figyelnünk virtuális onboarding során? Egyrészt tervezzük nagyon tudatosan azt, hogy milyen élményt szeretnénk átadni az újonnan érkezőknek. Másrészt fordítsunk extra figyelmet a személyes találkozásoknak a pótlására. Gondoljunk csak bele, egy személyes élmény, egy személyes kávézás az sokkal több információ, érzés, élmény átadására alkalmas, mint hogyha mondjuk, hogyha ezt a kávézást, ezt mondjuk laptopnak a kijelzője előtt kell megtennünk. Szóval szálljunk erre extra figyelmet, mert lassabban mennek át ezek az üzenetek a kollégák számára. Gondolkodjunk egy kicsit hosszabb onboarding időszakban, és mivel nem biztos, hogy folyamatosan ott tudunk lenni a kollégákkal, hogy az ő fejlődésüket monitorozzunk, tegyünk be sokkal több touchpointot, amikor azt tudjuk látni, hogy mondjuk az első 30 nap, az első 60 nap, vagy akár 100 nap után, hogy érzi magát az újonnan csatlakozó, hogy folyamatosan legyen visszajelzésünk arról, hogy hogyan is illeszkedik be a szervezet életébe. Aztán mondani se kell, hogy alakítsunk ki ehhez egy gördülékeny és interaktív folyamatot, ahol a technológia az lehetőségek szerint minél inkább támogat minket. Nagyon fontos, hogy az adminisztrációból azokat a dolgokat, amiket lehet egyszerűsíteni, az a legjobb alkalom, hogy ilyenkor megtegyük. Tehát próbáljuk minél egyszerűbbé tenni a folyamatot, vegyük ki belőle azokat az elemeket, amik igazából megoldhatók valamilyen virtuális formában is, és egyébként törekedjünk arra, hogy rendelkezésre álljanak már a hozzáférések, az egyéb erőforrások a szervezetben teendő aktív munkához már az első naptól kezdve a kollégák számára. És az ötödik, amiről pedig valószínűleg a HR-Festen elhangzó prezentációknak egy jelentős része említést tesz, az a vezetőkre való építés. A vezetőknek a szerepe úgy, hogy nehezebben tudunk elérni a kollégákhoz, ez még inkább felértékelődik, úgyhogy építsünk erősen a vezetőkre, és törekedjünk arra, hogy olyan vezetői képességet, olyan viselkedéseket tudjunk a vezetőinkben kialakítani, ami támogatni tudja azt, hogy ők minél inkább kapcsolódni tudjanak az újonnan csatlakozókhoz, illetve minél inkább meg tudják teremteni azt, ami kell ahhoz, hogy hosszú távú elkötelezettséget alakítson ki. Ezekkel a fő üzenetekkel hagynálak titeket az onboarding és a virtuális onboarding kapcsán.